FMCG-re külön, kicsit külön mint a kanyáróvállalat is
nagyon halk, meg kicsit akkor hangosabban fogunk beszélni. Lengyel Krisztina vagyok, és én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetünk, már örültünk ennek a felkérésnek. Ahogy elhangzott, én az Unilever Magyarországnak a képviseletében érkeztem. Nem összetévesztendő az Univerrel, aki szintén egy Magyarországon tevékenykedő cég, de hozzánk sokkal inkább olyan márkák kapcsolódnak, mint például a Coccolino, a Domestos, vagy most egy kicsit ilyen háztartás vegyipari szegmensből emeljek egy-két ismert márkát, aztán a szépségápolási termékek közül biztosan ismeri mindenki a Dove-ot, Rexonát például, vagy az élelmiszerek közül a Knorr termékeket, vagy adott esetben a jégkrémek közül a Magnumot és a Kátodot. Csak hogy így kontextusba helyezik, hogy milyen háttérből fogok példákat hozni, milyen háttérből érkeztem. Magamról nem tudom, mit mondjak pontosan. Gyakorlatilag 2 éve dolgozom az FMCG szektorban, korábban egy amerikai multinál dolgoztam, ott fenntarthatósággal foglalkoztam kifejezetten, itt az Unilevernél pedig vállalati kommunikációért felelek, és ebbe beletartozik egyébként a fenntarthatósági jellegű programoknak a szervezése, riportolása és menedzselése. Köves Alexandra vagyok, ezen az egyetemen tanítok, és nekem nem annyira régi karrierem ez a tanítás. 5 évvel ezelőtt kezdtem el tanítani, de hogy előtte 15 éven keresztül fejlesztéspolitikával foglalkoztam, és ott kezdett el feszíteni engem az a kérdés, vagy az a probléma, hogy tényleg fejlődése az, amit mi fejlődésnek hívunk, és hogy szerintem az alapokkal is baj van. Tehát, hogy egyszerűen át kéne írni azt, amit mi gondolunk arról, hogy mi a jó, mi a fejlődő, mi a fejlett, stb. Tehát, hogy kezdjük el újra gombolni a kabátot, és 2000, amikor ezek a problémák elkezdtek feszíteni 2009-ben, akkor így föl is mondtam a munkahelyemen, mert azt mondtam, hogy így nem is tudom csinálni azt, amit csinálok, és elkezdtem a csendesen a sarokba gondolkozni azon, hogy ha így nem, akkor hogyan, ami aztán ahhoz vezetett, hogy 2011-ben elkezdtem doktorit írni erről, mert megtaláltam Magyarország legjobb ökológiai közgazdászát, akit Pataki Gyurinak hívnak, és itt tanított ezen az egyetemen egészen a nyárig. És aztán amikor végeztem a doktorimmal, mellettem még ugyanúgy fejlesztéspolitikával foglalkoztam, amikor végeztem a doktorimmal, akkor mondtam azt, hogy én ennek szeretném szentelni az életemet, hogy ebben kutatok, és ezen a területen oktatok. Viszont ilyen nagyon alternatív közgazdasági figurákat leginkább csak a döntéselmélet tanszék bír befogadni, így aztán döntéselméletet tanítok, meg tavaly sikerült elindítanunk egy Digrosz kurzus, egy arcot legalább látok, aki ezt végigcsinálta. Ez a téma szerintem izgalmas, és én hihetetlenül örülök, hogy ennyi arcot látok, ez visszaadja a hitemet nagyon sok mindenben. Szóval én Bodrog Zoltán vagyok, látszik, én a képzettségemet szakmámat tekintve eredetileg fizikus vagyok, tehát ugye a mindenféle rendszerek számszerűen leírható és természettudományos alapjai azok, amelyekből kiindulhatok, illetve kezdetben érdekeltek. És utána közlekedésmérnök is lettem. A közlekedési civil életben kezdtem el a közéleti pályafutásomat. Efelé egyébként pont az volt, hogy arra voltam kíváncsi, hogy mi az a terület, amelyiktől leginkább függ a fenntartható város, mint rendszer. És emiatt kezdtem el a közlekedéssel foglalkozni a 2000-es évek elején. Rövidre fogva a dolgot, ugye a Sétál Budapest programban is az volt a cél, legalábbis most így foglalnám össze, hogy megmutassuk, hogy a fenntarthatóvá válás útján, amit a jelenlegi helyzetünkben nem tudunk képzelni ezen a területen, jelentős előrelépés tehető, és például ugye Budapest, mint egy város, mint egy társadalmi gazdasági rendszer,
ugye ennek az igazolására még ezt a programot valakinek végre is kéne hajtania. De amikor ide jöttem erre az előadásra, ahová nagyon köszönöm a meghívást, a gondolatom egyébként pont az volt, hogy egy jó hírrel és egy rossz hírrel kezdek, ugye az alapkérdést tekintve, hogy van-e út a fenntartható gazdaság felé. A jó hír az az, hogy rövid távon nagy eredményeket, ami a jelenlegi helyzethez képest el tudunk képzelni, tudunk elérni. Szerintem, hogy itt leginkább a klímahatásról, a szindioxidos hatásról van szó. Szerintem ahhoz képest, mint amit most a politikusok, a döntéshozók, a gazdasági szakemberek, a közvélemény el tud képzelni, ahhoz képest lehetőség van arra, a Svéd Budapest programból beszélgetni, hogy nagy lépéseket tegyünk. A rossz hír viszont az, hogy ehhez alapvetően gondolkodást átállítani kell, és van még egy rossz hír sajnos, lehet, hogy még ez sem elég. Köszönjük szépen! Ennél egy kicsit vidámabb lesz, hogy a beszélgetésre is arra fogunk törekedni. Ugye a fenntarthatóság egy nagyon komplex téma, már most látszik, hogy mennyi különböző területről vagyunk itt, és végtelen betületebb van, tudjuk, csak hogyha azt veszük szemünkbe, hogy sokaknak a fenntarthatósággal kapcsolatban rögtön a környezeti, de mi tudjuk egyébként a gazdasági és ugye például a társadalmi fenntarthatóság is egy-egy olyan része, amivel nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen bizonyos szempontokból az egyik nem működik a másik nélkül. Még egy minimálisan a személyes résznél maradva, neked mint személyeknek individuumnak, hogy mit jelent a fenntarthatóság, és látjuk, hogy szakmailag minél racionálisabb értelmezés, de mind egy emocionális oldalra van ez, amit érdemes, amit esetleg egyébként érdemes is lenne. A legutóbbi, ha kezdtem, legutóbbi kedvenc példám az a flexitariánus diéta kifejezése, mert valószínűleg ti is már legtöbben képbe vagytok. Ez ugye arról szól, hogy azért mondasz le bizonyos élelmiszer típusokról, mondjuk a húsról, mert tisztában vagy bele, hogy a húsiparnak a feldolgozás, a húsok feldolgozása az egy eszmetlen méretű vagy mértékű vízigénnyel meg visszahasználással jár. Például, vagy beszélnék a termőterületeknek a mértékéről, szállítmányozás, logisztikai, környezeti terhelés, stb. Szóval ilyen megfontoltságból sokan úgy döntenek, hogy bizonyos esetekben lemondanak a húsról, és helyette inkább növényi alapú élelmiszereket fogyasztanak. Még az én esetemben én egyébként egy magánemberként is kifejezetten hát környezettudatos és érzékeny, szociális témákra érzékeny ember vagyok. Számomra most ez csak egy ilyen példa a legutóbbi érdekességek közül, amit elkezdtem űzni, de ezen kívül nagyon sok más ilyen környezetvédelmi témában is szerintem az egyszerhasználatos műanyagok életünkből való kiiktatásától kezdve, de ezeket most nem mondom, ezek ilyen nagyon összeesek, ugye a flexitariánus tételt akarok mondani elsőként érdekességképpen. Én nekem a fenntarthatóság az igazából egy ilyen egy vízió, és ráadásul egy pozitív vízió. Tehát ugye azt gondolom, hogy ezt lehet ilyen nagyon negatívan, hogy mondjam, klímakatasztrófaként megélni, vagy lehet hihetetlen lehetőségként megélni, hogy végre lehet, hogy mindenki rájön arra, hogy lehet igazságosabb társadalmat építeni, lehet normálisabb társadalmat építeni, ha képesek vagyunk arra a típusú gondolati váltásra, ami ehhez szükséges. Tehát, hogy nekem, én mondjuk a társadalmi oldalról jövök, tehát hogy nekem az igazságoság, a társadalmi igazságoság az abszolút része a fenntarthatóságnak, és még nagyon-nagyon sokan hajlamosak ezt a kettőt egymással szembeállítani, és azt mondani, hogy jó, de mit tudom, mennyi munkahely fog megszűnni akkor, hogyha mi elkezdünk normálisan fogyasztani. Én majd gondolom a beszélgetés alatt, hogy kitérünk erre. Én azt gondolom, hogy ezek így mennek kéz a kézbe. Tehát az a probléma, ami a környezeti problémákat létrehozza, vagy az ok, az hozza létre a társadalmi igazságtalanságokat is. Tehát hogy nekem ez a téma, ez az én életemben abszolút egy pozitív jövőkép. Köszönöm szépen!
ráerősíteni, hogy az, hogy fenntarthatóság, van egy sztereotipikus kép. Lehet, hogy örülni kéne annak, hogy legalább ennyi van ugye a közgondolkodásban. Az valami zöld dolog, és akkor mit én mondjuk maradva ennél a sétálódás fölvannál, húzsír kitétje az autókat. De nyilvánvalóan ez nem erről szól, hanem ugye azért is lehetetőre vállalkozom, hogy van társadalmi fenntarthatóság, meg egyébként van magának az átalakulásnak is egy fenntarthatósága, tehát ugye túl radikálisan kezdtek bele, akkor kiszabadulok, stb. Tehát ugye számtalan aspektusa van. Viszont még ami a legesleg magánabb ugye aspektusa számomra, az az, hogy és itt most egy kicsit hatolódjak el vissza az apokaliptikus értelmezés felé, hogy ugye van 4 kicsi gyerekem, és ők, nekik jó kilátásuk van arra, hogyha ez az egész dolog nem sikerül, akkor az emberiség most kell van, hogy nekinek mondjuk szépen megmondva. Ugye ti is ültök a teremben, mit tudom én, legtöbben a 20-as éveitekben jártok, van még hátra, tudom, 80 évet itt ezen a földön, de azt a 80 évet, tehát most, ha jelenleg ugye gyakorlatilag, hogyha a legoptimistább forgató könyvnél is már egyen hosszabb történik, akkor ezt a 80 évet nem fogjátok tudni élő, jól élő emberként kiszállni a Földön. Szóval egyszerűen lehet, hogy egy nagyon önző ugye létjeltek. Tehát legesleg kiváltabb szinten számomra ez jelent. Köszönöm szépen. Igen, ez egy gyerekes kérdés például, ugye most már alapvetően a mikorunkban az egzisztenciális válságkrízis az embereknek, amikor nem nagyon találnak célt, ugye az életben egy problémát tud jelenteni, viszont ugye nem olyan régen egyébként definiálták, hogy nem az egy bűnösszorongást, ami ugye pont elszakít elő, és hát idézőjelentében neki is köszönhetünk, hogy ez egy ilyen hitvén. Most egy kicsit eltávolodva és kizumolva a képből, visszárazva a szakmai oldalra. Ugye tudjuk, hogy általában a nagyvállalatokat szokták megterhelni, teljesen azzal vádolni, hogy ők felelősségük a jelenlegi helyzetünkért, pláne például az FMCG szektor éppen minél inkább fogyasztás generálja, egészen sok hulladékot termelni, és a többi. Hogyan lehet a vállalatoknak, hogyan reagálnak a vállalatok, és hogyan tudják kicsit a folyamataikat zöldet. Az FMCG szektort nem tudom, mennyire ismeritek, ugye ez a Fast Moving Consumer Goods, ennek a rövidítése, és ugye például a mi esetünkben nagyon jó példa erre a szektorra az, hogy egy millióféle termék kategóriában vagyunk jelen, a háztartás vagy a termékektől kezdve élelmiszereken át ezerféle területen, ezerféle terméket gyártunk, ezerféle csomagolásba gyártjuk, rengeteg ember foglalkoztatunk, rengeteg beszállítók van, tehát egy hatalmas hatása van, környezeti, gazdasági, társadalmi hatása van egy nagyvállalatnak. Most csak, hogy konkrétan kiterjek a műanyag szennyezés témakörére, már mi esetünkben mondjuk az elmúlt 2 évben ez volt a legmeghatározóbb környezetvédelmi probléma, vagy kihívás, amire azért elég kemények, amivel kapcsolatban elég keményen kaptuk az évet, elsősorban egyébként a civil szférától is, és amúgy a fogyasztóinktól. A Greenpeace az például rendszeresen heti szinten bombázott minket különböző plakátokkal, kampányokkal, nem csak minket egyébként, tehát az egész szektor kapta rendesen, de szerintem találkoztatok ilyenekkel. Nem hiszem, hogy ezt nagyon be kell mutatni, és nyilván ez egy abszolút jogosan, tehát hogy ez nem egy légből kapott gondolat volt, ez nem egy ilyen unalmokban lopi tevékenységet kitaláltak, hanem ennek nagyon-nagyon komoly háttérokai voltak, amiért az FMCG cégek, vagy a gyártó cégek fókuszba kerültek a műanyag csomagolás kapcsán. És ugye ezt muszáj kezelni, tehát hogy ez már nem egy olyan téma, amit ugye el lehet sumákolni, meg egy kis greenwashing, meg egy kis nem tudom, pozitív PR, és akkor el van felejtve, mert hogy ez egy olyan valós történet, ami látszik. Tehát hogy nem csak azért már a Greenpeace hívja rá a figyelmet, vagy mondjuk a tavalyi évben sajnos az Unilevert a világ 5. legnagyobb műanyag szennyező cégének listázta ki, és köztük ugyanúgy a Cola, a Pepsi, a Danone, a Procter & Gamble, a felsoroltnál még az összes ilyen nagyváltók, ott van mindenki az élbolyba. És hát tehát arra büszkék vagyunk, hogy a fogyasztók a termékeinkre szavaznak a pénzükkel nap, mint nap, világszerte,
Arra viszont már kevésbé vagyunk büszkék, hogy nem foglalkoztunk ez idáig azzal, hogy mi lesz a termékeink csomagolóanyagával. Szóval visszatérve a kérdésre, hogy mit lehet ezzel kezdeni, vagy hogy lehet ezeket a témákat vállalati oldalról megközelíteni, én azt gondolom, hogy összefogással. Tehát ez már nem az a kategória, vagy nem az a szint, amire tényleg egy vállalati önkéntes program mondjuk megoldást tud nyújtani. Itt össze kell fogni, akár versenytársaknak össze kell fogni, most nem tudom, hogy később kitérünk-e ilyen példákra, most nem tudom előre, de van egy-két olyan jó gyakorlat, ahol kifejezetten már látszik azt, hogy félretettük a verseny, piaci versenyből adódó ellenséges szemléletet, meg az összefogásnak a lehetőségét kerestünk sokkal inkább a helyet, hogy miért nem tudunk elérni. Úgyhogy abszolút azt mondom, hogy és nem csak vállalati szinten, hanem cross funkció. Tehát a nagyvállalati szféra, a civil szféra, a kormányzat, a fogyasztók, minden szektornak össze kell dolgozni, és akkor lehet ilyen fenntarthatósági témákban, mint például a plasztik, vagy a műanyag, ugye előre mozdulni, mondjuk lassan, de lehet. De mindenféleképpen majd a később jövőben például is fogunk változni. És lehet szerintem egyébként az akadémiai szektor, a tudományos világ hogyan tekint erre, hiszen már akár a Brundtland jelentőt, bocsánat, ki tudom mondani, illetve ugye már tulajdonképpen 40 éve tudjuk azt, hogy legalábbis az egyéni szféra, hogy nagy a probléma, de hát ugye azt, mint a szabályozó, nem akár a vállalati szektor is, hát foglalkozik, hogy körhogyát sem mozdította. Egyrészt, hogy lehet ezt a frusztrációt feldolgozni, másrészt, mit tehet egy akadémikus Én azt gondolom, hogy szedjük szét a tudományágakat, mert ugye erre nem nagyon lehet úgy válaszolni, hogy az akadémiai szféra. Tehát, hogy szerintem a tudósok között nagyjából egyetértés van azzal kapcsolatban, hogy a klímahelyzet az elég rossz. Tehát, hogy ezen lépjünk túl. Tehát körülbelül Trump, meg még négy ember gondolja azt, hogy ez így alapvetően nem igaz. Jó, lehet, hogy abból három Magyarországon van, de hogy ez egy dolog. Szerintem ebben van tudományos konszenzus. De hogy nézzük már meg a saját házunk táját. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az a logika, ami létrehozta ezt a problémát, az a logika, amit mi itt nektek tanítunk. Még mindig. Ma, meg holnap, meg remélem már holnap után nem, de hogy közgazdászként nagyon-nagyon komolyan kell magunkba nézni, és főleg business schoolként nagyon komoly önvizsgálatot kell tartani, hogy mire indoktrináljuk a következő vezetői generációt, és hogyan adjuk el azt a típusú közgazdasági logikát, amit aztán a szabályozók is megvesznek. Tehát, hogy azt kérdezed, hogy a szabályozók miért nem csinálnak semmit? A szabályozók azért nem csinálnak semmit, mert ugyanazon a lovon ülnek, mint ami mi. Tehát, hogy ma én voltam egy klímakonferencián, olyan szerencsém volt, hogy ott volt egy csomó MSZP-s, meg párbeszédes parlamenti képviselő, meg főpolgármester helyettesek, meg minden. És így megmondtam nekik, hogy az egyetlen, tehát hogy klímakonferenciát tartanak, arról beszélnek, hogy ez mennyire nagyon fontos, és milyen gyorsan kell lépni, meg minden. És mondtam nekik, hogy akkor vágják le a szent tehenüket, a növekedést. Ha amíg a gazdasági növekedés minden célt felülír, addig nem lehet valódi fenntarthatóságról beszélni. És amíg mi ezt itt házon belül nem látjuk be, vagy nem kezdünk el azon gondolkozni, én tudom, hogy milyen a nem növekedés ebben az a jelenlegi rendszerben. Úgy hívják, hogy recesszió. Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy azt a típusú kényszer, amit rárakunk a társadalomra, a gazdaságra, a vállalatokra, a kényszerű növekedés által, a hitelezési rendszerünkön keresztül, a pénzügyi rendszerünkön keresztül,
a munkaerőpiacunkon keresztül, stb. Stb. Ameddig ezt nem tudjuk kivenni belőle, és nem tudunk alternatív utakat meghatározni, addig nem fogunk tudni sem erre se eljutni. Tehát, hogy fent, hogy nincs időnk arra. Mindenki az a pilinckázik, hogy jó, kicsit zöldítsünk, meg kicsit... De hogy ez nem elég. Tehát, hogy nem elég. Egyértelműen megmondta az IPCC, van 10 évünk radikális beavatkozásra. Az nem radikális beavatkozás, hogy most elkezdünk technológiát fejleszteni arra, hogy majd valamikor talán az bejön, és akkor ki tudunk váltani, és valamiféle ökohatékonyságot elérünk. Itt gondolati váltásra van szükség, és annak egy ilyen egyetemen kell elindulnia a ti fejetekbe. Igen, és ezért is tudom. És ezért örülök, hogy ilyen sokan kell. Érdekes, ugye, te jelen megmutatom a profitot képviseled. Hát jelenleg ugye ezt a civil szférát, civil szervezetek mit is próbálnak meg csinálni, a döntéshozást próbálják befolyásolni úgy, hogy mondhatnak radikális dolgokat, cserébe nem veszik őket figyelembe. Ez mondjuk egy zsákutcás helyzet. Ugye, de most maradva megint még az iszlését, hogy miért ne. Hát mit csináltunk? Csináltunk egy programot, azt mondtuk, hogy ez Budapest számára egy lehetőség, reális, egy megvalósítható valami. Ebben egyébként azt hiszem, pont az a radikális első 10 év, vagy első 5 év, illetve tekintésként 10 év van benne, amit ugye a legszabban beszélgethető, amit visszavér meg kéne csinálni. És azért valamennyire ez virálissá vált, valamennyire rákényszerítette ugye a baloldali ellenzéket is, amelyiknek azért volt egy zöld narratívája, de azért a harcos narratívánál gyengébb volt, hogy még zöldebb legyen, és még Tarlós Istvánt is rávült arra, hogy zöld dolgokat is mondjon. Ez szerintem egy izike-pizike hatás, amivel egyébként szerintem nem lehetünk elégedettek, de azért mégiscsak mit csináltuk meg. Viszont egy kicsit hadd legyek olyan húgó, vagy kitérek a kérdés területéről, és még reagálok egy-két dologra. Az egyik az, hogy ugye van a világban 4 ember, ugye Trump meg az a 3 fejlélyes magyar, az egyik magyar az Putin, de mindegy, szóval akik ugye klímaszkeptikusak, a többiek körében meg már nagyon-nagyon idilli a konszenzus. Nekem inkább az a véleményem, hogy ja, tudományos közegben, de azért a releváns közegben, ez is két közeg, a releváns, a közvélemény meg a döntéshozók, abban bűnületesen túlsúlyban vannak azok, akik ha nem is klímaszkeptikusan gondolkodnak, de klímaszkeptikusan cselekszenek. És ez azért van, mert ugye ez is egy olyan szép történet, ami gyakorlatilag a fogoly dilemma gondolkodás módja határoz meg. Én miért lépjek, ha a többiek úgy se lépnek. Mert ha én lépek, Balek vagyok, ha meg nem lépek, akkor meg egyébként még előtt is kovásolhatok. Ő szerintem egyébként rám nem akkora hülye, mint gondoljátok. Ő egy nagyon nagyon szépen azt próbálja meg felépíteni, hogy ezt a klímakatasztrófa nevű dolgot, vagy nem pontosan ő, hanem a tanácsadói, ezt a klímakatasztrófa nevű dolgot, mondjuk az Európai Unió, meg Kína, meg nem tudom, majd elintézik az emberiségnek, ő pedig az alatt, az egy-két évtized alatt, amíg ez a megoldás keresés folyik, és ez a megoldás, addig ő a fosszilis alapú technológiákat fejlős tehénként használva, mondjuk az Amerikai Egyesült Államok vezető szerepét még vezetőbbé teszi, mert ezt az egy-két évtizedet ő alatt a leggazdaságilag. Tehát
őrületesen meg tudja keresni magát azáltal, hogy, hogy hát ő nem tart olyan szabályokat, amiért mondjuk a többiek megérdeznek. Az egy másik kérdés, hogy azt már valószínűleg ő sem tudja, hogyha mindenki elhatározná magát és egyszerre megérdezne mindenki, akkor lenne talán egy kis esélyünk arra, hogy a nagy, azért nagy gyep azt elkerüljük. De szóval egyébként ez a gondolkodás határt mindent. Nem csak az egyenrangú szereplőket, tehát mondjuk államok az államokkal szemben, vagy egyének az egyénekkel szemben, vagy nagyvállalatok a nagyvállalatokkal szemben igyekeznek ugye versenyelőnyt kovácsolni abból, hogy később lépnek be az önkorlátozásba, hanem ezek a rendszertípusok egymás ellen is. Tehát a döntéshozók miért lépjenek, ha az emberek nem lépnek? A vállalatok miért lépjenek, ha a fogyasztók nem lépnek? A politikai élet miért lépjen, hogyha a gazdasági élet nem lép. Ezeket a megoldás nyilvánvalóan az, hogy egyszerre kéne lépni. És most már nagyon sokat beszéltem, pedig még a Szentehénről is akartam azt mondani, de lehet, hogy majd később majd szóba kerül. Remélem, hogy lesz egy különböző. Azért reagálhatok? Hogyne, és ezt akkor is mondani, elmaradt, hogy gyerekileget itt pedig, ha megegedítek, majd a végén. Úgy tűnik, hogy tök jó dinamika jött elő kettőnk között. Te így hozod a borús sztorit, én meg így próbálom hozni az optimizmust, de hogy azt gondolom, hogy azért történik az, amiről beszélsz, mert nincs alternatív narratíva, nincs alternatív jövőkép vagy. Tehát ugye, hogy az emberek magukra vannak hagyva a fogyasztói döntéseikkel, így rájuk toljuk azt, hogy majd te elkezdesz olyan diétát csinálni, meg úgy fogyasztani, meg minden, hogy az majd a rendszeren változtat. Miközben a fogyasztói társadalomra alternatív narratívát nem adunk. Tehát, hogy igazából ez kell, tehát az kell, amit ti csináltok, el kell kezdeni egy társadalmi felbeszédet arról, hogy el tudunk képzelni egy olyan világot, amiben igen, bizonyos dolgokról lemondunk, a húsevésről, stb. De miért mondunk le? Tehát, hogy vezet-e az valami jobbhoz? És ezért, tehát, hogy igazad van, tök igazad van, az a realista verzió, de hogy az én verzióm meg az, hogy rajtunk múlik, hogy ezt narratívát létrehozzuk-e, átbeszéljük-e, létrejön egy ilyen dolog, ahelyett, hogy így egyénekre így egy az egyben rátoljuk ezeket a fogyasztói döntéseket. Abszolút, ugye ez egy nagyon komplex kérdés, hiszen nem sokan gondolkodják, hogy az ember alapvetően rövid távon tud gondolkodni, illetve hát az együttműködés alakosságunk egyre csökken, pláne ezekben a globális méretekben, amikben jelenleg szükség lenne ahhoz, hogy tényleg valami konkrét és lényegi változás érjünk el. Nagyon érdekes, hogy ennek ellenére, hát nem véletlenül itt vannak erre módszerek, és vannak erre átfogalmazók, úgyhogy egyelőre próbálkozások. Én például említettem a Dréhernél dolgozok, nem véletlenül csatlakoztam ehhez a céghez, mert jelentkeztem oda, hát jelentkeztem sörrel foglalkozok, ez szuper. Viszont a sörnek van egy nagyon, egyébként többen van egy nagyon komoly vonatkozása, a vízhasználásukat, nem tudják, hogy akár 100 literet is felhasználtunk egy liter sör elkészítéséhez, és hát az ipar tulajdonképpen már odáig fejlődött, hogy mi nagyjából olyan 2,8 litert vizet használunk fel egy liter sörhöz az ipari berkeken belül, viszont ugye, és ami például egy gyakorlat a söriparban már a tudatos és felelős szereplők által, hogy teljes ellátási és értékláncmenedzsmentet végrehajtanak, és a beszállítókkal szoros együttműködésben figyelnek arra, elvárnak különböző tanúsítványokat és különböző módszereket arra vonatkozóra, hogy ők minél víztartalékosabban, illetve vízhatékonyan dolgozzanak. Illetve például a sörpiacon nagyon nagy probléma a csomagolás esete, hiszen pláne Magyarországon itt mondjuk nagyon sok fejlesztés, innováció a kényelemre alapul, hiszen az ember alapvetően lusta, vagy fogalmazott arra, hogy az energia mindig mellett. De is ezáltal például a dobozos sör nagyon elterjedt Magyarországon, a piac 80%-át letarolja,
amikor is, ez megy a munkába, az aluminiumnak egész komoly ára van. Annak ellenére, hogy jóval könnyebben felhasználható, mint például a PET-tankok, csak újra hasznosítható, mégiscsak például egy csapolt sör esetében, ahol a hordót, vagy éppen az üveges sör esetében, ahol ugyanaz jóval diffúzabb, mert a végfogyasztónál kerül ki, de egy vízfogas politikával, vagy a betétdíjjal, ezáltal is lehet csökkenteni a csomagolást. Például a mi cégünknél, itt az a reklám helye, már nem csak a látszik, hogy a fogyasztói trendekben, mint az egészségvonalán és a környezeti aspektusokat tekintve, és egyébként nem csak ezáltal, hanem az emberi és szakmai szempontokból is a vállalat vezetésében, globális és európai szinten is megjelennek a stratégiában ezek. Ha már beszélünk a DHR-ről, mi a helyzet az Unilever-ben ezen a téren, még azért a partnerek és azok, amikor a videóban az Unilever, hogy ezt a hát, kicsit csúfképet próbálja, nem csak sminkelni, mondok egy példát majd a műanyagra, majd mondok egy másik példát a nem kifejezetten csak a műanyag csökkentést célzó akciókra, vagy ilyen innovációkra, hanem kicsit úgy ilyen holisztikusabb megközelítésben a cégnek így mi a stratégiája a fenntarthatósággal kapcsolatban. Akkor kezdem a big picture-vel, hogy én szépen mondjam. A tavaly évben, illetve nem is korábban, még az idei év során jelentette be azt az Unilever globálisan, hogy az eddigi fenntarthatósági stratégiát, meg üzleti stratégiáját azt így összeegyesíti, és innentől kezdve nem két külön valamiről beszélgetünk, mert ugye azért a tapasztalat az eddigi évben azt mutatta, hogy van egy üzleti stratégia, ami kifejezetten a növekedést célozza, a gazdasági növekedést, KPI-ok, mutatók azok kell, hogy kiválóan jöjjenek ebbe a gazdasági vagy üzleti stratégiába. Meg volt egy fenntarthatósági tervezet, ami mondjuk inkább egy ilyen, hát egy, most megint nem, bocsánat, ilyen sok angol kifejezés használ, egy ilyen nice to have valami, amiből volt egy kis ilyen CSR, egy kis társadalmi felelősségvállalás, egy kis környezetvédelem, egy kis ez, egy kis az, de hogy azért nem volt olyan komoly üzleti vonatkozása ezeknek. És akkor például mi azt mondtuk az idei évben, hogy ez így nem megy tovább, mert ez nagyon lassú, tehát hogy így nem fogunk igazi változást elérni, és ezért döntöttünk úgy, hogy egy stratégiánk lesz, és ez úgy hangzik, hogy azok a vállalatok, akiknek van valami célkitűzése, azok növekedni fognak hosszú távon, azok az emberek, akinek megint csak van valamilyen célkitűzése, és így dolgozik, így működik, azok fejlődni fognak hosszú távon, és azok a márkák pedig, akiknek van valami küldetése, azon túl, hogy nyilván a termék funkcióját ellátja, és profitot termel a vállalat számára, de mondjuk kiáll még valamilyen környezetvédelmi vagy társadalmi ügy mellett, ezek a márkák fognak hosszú távon életben maradni. Most lehet ezt így challenge-elni, hogy ez most mennyire komoly, mennyire nem. Nekünk van erre egy mutató számunk, amit nagyon szeretünk mondani, mert nagyon szép vagyok rá, ez egy globális mérőszám, és ez egy olyan kutatásnak az eredmény, amiben összehasonlítottuk azokat a márkákat, aminek volt valamilyen küldetése, azokkal a márkákkal, ami semmit nem csinált, csak mondjuk volt valamilyen médiakampánya, valamilyen aktivitása, de alapvetően ugye az értékesítés volt a célja, vagy az volt a központi üzenet, vagy valamilyen kreatív. És összehasonlítottuk ezt a két termékcsoportot, és megnéztük, hogy melyik nő gyorsabban. És képzeljétek el, hogy 70%-kal gyorsabban nőttek azok a márkák, aminek volt a termék kommunikációjában valami olyan komolyabb üzenet. Tehát mondom, vagy valami környezetvédelmi, vagy valami fenntarthatósági témában odaállt egy ügy mellé, és nem csak azt mondta, hogy én el akarok adni nem tudom én hány millió Domestoszt egy évben, hanem azt is mondta, hogy a Domestos megvásárlás után mondjuk támogatsz valamilyen társadalmi ügyet. És ezek szerintem elég jól mutatja önmagában azt, hogy van azért erre egy igény, tehát a fogyasztók azok ezt keresik, tehát lehet, hogy ezt ti magatok is meg tudjátok így erősíteni tapasztalati szinten. De szükség van arra, mi azt látjuk, hogy jó ügyekbe fektessünk, jó ügyeket támogassunk, mert a globális ügyvezetőnk mondta egyébként azt, hogy mi nem abba hiszünk, hogy ez a küldetés, tudod, ez a profitnál fontosabb, nyilvánvalóan nem egy multi számára. Mi abba hiszünk, hogy ez a küldetés, tudod, fogja majd növelni a bevételünket. Tehát mi látjuk ebbe a kettőbe az összefüggést. És akkor még mondtam, hogy a műanyagra is mondok egy konkrét példát, nekem nagyon kedvelt jó gyakorlatom az Unilevertől, az a Loop platformba való belépés, nem tudom, erről hallottatok-e. Ez Magyarországon még nem működik sajnos ez a szolgáltatás, Nyugat-Európában kísérletezünk vele jelenleg. Az elve az ennek a szolgáltatásnak, hogy te nem termékeket vásárolsz meg, te
csak a csomagolását veszed meg, és aztán egy ilyen házhoz szállítós, havi feliratkozós rendszeren jön egy szolgáltató, aki fölveszi a házat, először kiszállítja neked ezt a termékeket föltöltött dizájnos tartós csomagolásokat, ebben van tusfürdő, izzadásgátló, nem tudom én, minden, amit el tudtok képzelni. Amikor elhasználtad, akkor jön ez a szolgáltató, megint fölveszi a csomagot a házad előtt, az üres dobozokat, elviszik, kitisztítja, újra töltik, és következő időpontban meg házhoz szállítja. És én azért szeretem nagyon ezt az elvet, mert kicsit ez a körforgásos gazdaság koncepcióra kapcsolódik, meg ugye egy csomó fogyasztói trendre. Tehát például az a, azt mondja, mindannyian tudjuk, hogy nem nagyon szeretünk már ma semmit birtokolni, ha már bérelni szeretünk. A zenét a Spotify-on, a Netflixen a filmekkel, tehát már nem akarsz igazán birtokolni dolgokat. Ugyanez vonatkozik a csomagolásra, és nekem abszolút nincsen szükségem adott esetben egy tusfürdőnek a flakonjára. Én a tusfürdőt szeretném használni. Hát szerintem ilyen szempontból ennek a Loop nevű koncepciónak abszolút van létjogosultsága, és én nagyon nagy érdeklődéssel várom, hogy erre a fogyasztók hogy fognak reagálni, mert nyilván nem szabad elfelejteni, hogy azért ezek az innovációk sok esetben drágábbak, mint a egyszerhasználatos műanyag társaik a másik oldalon. Úgyhogy bízom benne, hogy ez egy szélesebb kört el fogja terjedni majd ez a műanyagoldal. Csak már hogy a kutatásaink is ezt mutatják egyébként, hogy például a vállalatoknál van egy olyan fogalom, hogy ügytudatos. Tehát, hogy az ügytudatos vállalat az lehetne egy ilyen, hogy mondjam, továbblépése ugye a haszonmaximalizáló vállalatnak az elképzelésnek. Az ügytudatos vállalat az meg egyszerűen arról szól, hogy például egy gyógyszergyár az nem gyógyszergyár, hanem az emberi egészséget támogatja. A kettő között hatalmas különbség van. Emellé jön, ami itt a Loop-kal elkezdtél mesélni, ez engem a szolgáltatói gazdaság koncepciójára emlékeztet, a szolgáltatói gazdaság az pedig megint csak egy ilyen logikai csavar van benne, hogy például, és ez ugye már meglévő tapasztalat, tehát ugye Philips az amsterdami repülőtéren fény árul, és nem villanykörté. És a kettő között hatalmas különbség. Ugye az egyiknél, ha fényt ad el havonta, akkor neki az a legjobb, hogyha azokat a villanykörtéket az büdös életben nem kell lecserélni. Míg ha villanykörtét árul, akkor nyilván az üzleti modellje azt fogja mondani, hogy jó, hát kis beépített elavulás, kis késletet a technológia beépítés, ez az amaz, nyilván környezetnek nem jó. Ugyanakkor a bevétele ugyanúgy megvan. Vagy nekünk nem, tehát hogy nekünk nem a mosógépre van szükségünk, hanem a tiszta ruhára. És a kettő, tehát hogy üzleti modellekben a kettő között hatalmas különbség van. Ezek talán elindultak, ezek olyan üzleti modellek, amiket lehetne erősíteni. És hogyha egy kicsit kitágítjuk is az üzleti modellekből, sokan vagyunk itt, ugye, akik abban a közel-kelet munkálatnak, amit be is mondták, és a vidünk növekedés, politikai váltság, stb. GDP alapjai, stb. Mi lehet, hogy ebből kijut? Milyen nem növekedési modellek lehetnének azok, amik ezen képesek lehet változtatni, és mi lehet elvonni, hogy ezeket változtatni? Nyilván most nincsen nagyon sok idő arra, hogy ennek így a részleteibe belemenjünk, de hogy az biztos, hogy ugye tehát nem növekedés nem arról szól, hogy senki sehol ne növekedjen. Tehát hogy nem arról szól, hogy most a GDP kell lefelé csökkenteni, hanem arról szól, hogy magában a mechanizmusból kezdjük el kivenni a növekedést. Mert ráadásul ugye egy csomó olyan, hogy vannak olyan társadalmi rétegek, akiknek szükségük van a növekedésre, vannak olyan, a világon olyan régiók, amiknek szükségük van a növekedésre, ugyanakkor van egy csomó olyan növekedés, ami teljesen fölösleges, és ugye csak a társadalmi egyenlőtlenségeket generálja, mert most már a gazdasági növekedés egyértelműen nagyon durván húzza szét a társadalmi szakadékot.
Meg ugye a környezetterhelés egy csomó olyan dolgon keresztül is, amit te már említettél. Ahhoz, hogy ezt meg lehessen valósítani, ahhoz igazából bele kell nyúlni a társadalmi elosztási rendszerekben is. Mert hogy arról beszélünk, hogy ugye az anyagi fogyasztás helyett, tehát az anyagi jólét helyett kezdjünk el jóllétről beszélni, és mindannyiunk jóllétéről beszélni. Nyilván jóllét, tehát hogy nem tudom, biztos sokan hallottak az Easterling paradoxonról, ami azt mondja, hogy a jóllét és az anyagi jólét az egy ideig kéz a kézben járnak, aztán elérnek egy olyan pontot, ahol az egyik megy fölfele, mondjuk a GDP megy fölfele, a szubjektív jóllét az pedig teljesen elér egy platót, amitől nem tud följebb menni, és aztán a végén még adott esetben vissza is megy, tehát hogy tudunk annyira gazdagok lenni, hogy már nagyon szarul érezzük magunkat. És hogy igazából, ha elkezdünk az anyagi fogyasztástól elmozdulni a jóllét felé, akkor ezt csak úgy tudjuk megvalósítani, mert nyilván ezt egy egyenlőtlen társadalomban egyrészt nem tudjuk megvalósítani, másrészt nem fogjuk jól érezni magunkat benne, hogyha elkezdünk az újraelosztási rendszerekbe belenyúlni, ami ugye nagyon erős progresszív adózást követel meg, adott esetben beszélni kell a feltétel nélküli alapjuttatásról, és nem direkt nem jövedelemről beszélek, mert szerintem nem pénzben kell erről beszélni. Beszélni kell a jövedelemplafonról, tehát hogy itt van egy csomó iszonyú ellentmondásos, nagyon provokatív dolog, de hogy egyrészt ezeket az elosztási rendszereket kell átgondolni. Aztán ugye nyilván ott vannak ezek az üzleti megoldások, új üzleti megoldások, szolidáris gazdaság támogatása, stb. A várostervezésnél is ugye teljesen másképpen gondolkodnánk akkor, hogyha nem a növekedésre építenénk ezeket. Én nagyon-nagyon sokáig tudnék erről beszélni, van, aki tudja, hogy 3 napon keresztül is, tehát hogy, de hogy most jártam szó, hogy van egy nagyon sokat beszélni. Látom, hogy közben nyert. Igen. Hát illetve akkor most én kezdtek el állapotban beszélni. Nagyon igyekszem rövidebben, szóval az egyik, amit ő fejegyeztem, az még nem tudom hány körül ezelőtt Alexandrától az, hogy ugye nyújtani kéne a narratívát, ugye, ami a fenntarthatóságot elmagyarázza mindenkinek, hogy érdemes csinálni, lehet csinálni. Ugye az egyenlőbbi mondataimra visszautalva még azért ehhez hozzátenném, hogy és mindenféle szereplő típus számára hiteles narratívát kell nyújtani, tehát például politikusoknak el kell tudni magyarázni, hogy az emberek fognak rátok szavazni, ha zöldek vagytok. Az emberek számára el kell tudni magyarázni, hogy jobban fogtok élni, vagy nem haszontalan, ha mondjuk odafigyeltek, hogy kevesebb hulladékot és a jó helyet adjatok ki. A gazdasági szereplőknek el kell tudni magyarázni, hogy pont akkor nem fogtok tönkre menni, hogyha vállaljátok annak a kockázatát, hogy fenntarthatóvá váljatok. Alkalmas, mint egészen radikális módon, például nem tudom mennyire, csak az én szubjektív értelmezésem, de például ugye most a Volkswagen, mint ugye nyereségorientált cég, óriási zöld forradalomban van, most nem tudom mennyire hiteles, de azért a kirakatban nagyon zöld az a forradalom, ugye éppen ma volt, vagy tegnap volt hír, hogy ugye a új üzemükben, nem tudom, hogy elhiggyem-e, de hogy még a beszállítókig visszamenve az elektromos autó gyártás, már a gyártási folyamatot is karbonszemlegessé tették, beleértve a akkumulátort, ezt én alig hiszem el, de reméljük, hogy tényleg lépéseket tettek ebbe az irányba. Ott szerintem ennek a magyarázata az volt, hogy Angela Merkel a szőnyeg szélére bevitte őket a dízelbotrány után, hogy most ez Németországnak és a Volkswagennek közös érdeke, hogy ezt most rohadtul euró milliárdok vagy 10 milliárdok képébe ki le fogjátok nyelni, hogy csináltok egy belső zöld forradalmat,
és ezt ők jó tanuló módjára meg is csinálták. De egy másik kevésbé agresszív módja volt például annak, hogy a Sétál Budapest program elmagyarázta a politikai versenytársak számára, hogy érdemes zöldnek lenni. Ez nem kis mértékben azon keresztül valósultak, hogy a szavazók számára például az autómentes zónát sikerült elmagyarázni, és ugye közönségbeli cégek kimutatták, hogy a kampány végére többségi igény lett az autómentes belvárosi zóna Budapesten. A következő, amit lőjél le, amikor már túl sok környezet feljegyzeteltem, ugye Krisztinától nagy egyesítették az üzleti és a fenntarthatósági modellt. Tulajdonképpen a zöld politikában is valami ilyesmi van, hogy ugye a zöldség és a politika egyesül. Most már azt mondjuk, hogy ugye nem szabad, hogy létezzék nem zöld politika. A fenntarthatóságnak ez a rengeteg aspektusa az, amit ugye arról beszéltünk, hogy lehet, hogy az emberek közkületűen még nem értik, hogy a fenntarthatóság a mindennapi életnek minden aspektusa, minden szektorában egy igaz és értelmes mondás. A politikát is meg kell, hogy szállja, tehát a politikusok fő üzlete ugye a hatalomgyártás, meg kell érteni, hogy a hatalomgyártás az a fenntartható társadalom vízióján keresztül lehetséges manapság már csak. Persze, vannak olyan lámp, aki úgy tudja magáról, hogy még pár évtizedig másképp is érdemes keresgélni, reméljük, hogy nem érdemes. Még Krisztinától ez a küldetéses domestos, ez nagyon megfogta a fantáziámat, mert szeretnék egy kicsit belemenni a képbe. Ugye van kétféle küldetéses domestos. Ugye az egyik küldetéses domestos az, amelyik azt mondja, hogy megveszed ezt a domestos 100 forintért, akkor 99-et mi szívesen átveszünk tőle, és 1 forint megy mondjuk a koszos gyerekek megsegítésére. Tudom én? És ez ugye egy klasszikus greenwashing technológia lenne, és számtalan példáját ugye láttuk. Az igazi az ugye, amikor maga a termék alakul át, tehát a termék küldetése mondjuk nem az, hogy 47%-a jobban esik a nagy dolgot elvégzés egy domestos szarmosot készít föl, hanem az, hogy maga a domestos válik ugye fenntarthatóvá, tehát maga a termék attól legyen vonzó, mert nem csak illatosabb, nem csak jobban tisztít, nem csak egy mozdulat a csillogás, hanem ez úgy megy, hogy közben nem dögünk bele a saját mocskunkba. És egyébként itt is van egy nagyon fontos lépés, hogy ugye az egyik megvalósulása ennek az ugye, hogy van ez az újratöltő technológia, ez részletekről kockázat, ez nyilvánvaló, mert többet kerül. Viszont megint ugye van egy olyan együttműködés többféle szereplő számára, hogy ugye a fogyasztóknak el kell hinnie, hogy jó, ha ezt veszem meg, érdemes 99 vagy 100 forintért, mondjuk 140-et elköltenem erre, mert ez jó. És egyébként a politikai élet, a döntéshozó szintjén is ugye kéne valami kooperatív és szintén az ő lépésüket eredményező gondolkozás, hogy elhiszem, hogy attól lesz versenyképesebb a hazai gazdaság, ha több olyan cég van, amelyik ezt csinálja. Alkalmasint csinálok olyan szabályozásokat, olyan termékdíjakat, elvonásokat, jutalmazásokat, akármit, amikor erre bátorítom a cégeket, és ugye akkor megint közös lesz a narratíva, közösen fejlődünk a feladatosság irányába. Itt egyébként a DR-nek a viselkedése is nagyon fontos, ugye, hogy de ez ugye nem csak a DR, hanem az egész nagyon bőven vett iparágé, hogy igen, ma Magyarországon legyártunk egy alumínium ugye sörös dobozt, gyakorlatilag biztosak lehetünk abban, hogy ez a természetben kötődik. Én nem tudom például, hogy a politikai életnek, a döntéshozóknak nagyon icipici lépést kéne tenni. Nagyon könnyű és nagyon könnyen megérhető dolog lenne az, hogy termékdíjat vezetnek be erre, a sörös doboz 50 forintra kerülne, akkor azt az emberek vidáman vinnék vissza.
ugye az izéba visszaváltani a boltba. Ez abszolút egyébként a döntéshozói politikai élet részéről abszolút felelőtlenség, hogy ezt például vezetik, azt én nem tudom. Németországban nem dobálják el az emberek a sörökdobozt, és nem azért, mert jobb emberek ők mi, hanem azért, mert ott, mit tudom, 25 cent egy sörökdobozt, mert mi, aki nem viszi vissza egy sörökdobozt. És... Igen. Még egy dolog, de akkor az csak rövid megjegyzés lesz, és lehet, hogy egy másik este kapcsán, hogy az, hogy a technológiai forradalmat ugye mondtad, hogy a technológiai forradalma, nem, a mostani technológiai forradalom az, hogy lehet, hogy én kapcsolatban ott láttam, hogy a növekedés az egyenlőtlenségeket növelni. Igen, ezt mondtad. Én ehhez azt kapcsolom hozzá, hogy a technológiai forradalom által generált növekedés növeli az egyenlőtlenségeket. Egy technológiai forradalomban élünk, ugye, ahol most az automatizációs technológiák, például ugye a megosztásos gazdaság szervezői vannak olyan technológiai előnyben, hogy őrült módon koncentrálják a tőkét és maguk számára a jövedelmi előnyt. De azt hiszem, ez minden technológiai forradalom hozzátartozik, tehát például ipari forradalom idején azok, akik gőzgépeket ugye birtokoltak, tudtak építeni, azok csinálták mindezt, de néhány hónapja olvastam, hogy azok az emberek, akik a házi állatokat ugye háziasították először is, ugye tudtak ökökkel szántani, metni, azok is ilyen óriási tőkekoncentrációt és jövedelemkoncentrációt valósítottak meg. Nem lehet-e, hogy egy ilyen szakasz szükségképpen követ egy olyan konszolidációs időszak, amikor ez a technológiai forradalom az, hát mondjuk úgy, hogy az egész emberiség üdvére válik, és akkor ugye a jövedelmek elkezdenek szétáramlani a társadalomban jobban, egyenlőbben. Persze ez nem azt akarja jelenteni, hogy ezzel nem kell most foglalkozni, mert megtörténik, hanem pont azt, hogy foglalkozni kell vele, és akkor úgy fog megtörténni. Közben az átszölt. Pedig tök jól leírtad a kapitalizmus logikáját. Igen, ezzel magyarázzák, hogy ez miért kell ezt az egyenlőtlenséget eltűrni, mert majd előbb-utóbb ez lecsorog. Én nem mondtam, hogy el kell tűrni. Csak az majd előbb-utóbb lecsorogni, az úgy pedig nem történik meg. Tehát, hogy... Bocsánat, csak még... Az a Volkswagen-es példa, azt szerintem tök jól leírja azt, hogy mi az, amit egy növekedésorientált gazdaság megoldásnak lát. Tehát, hogy igen, azt mondja az Angela Merkel, hogy akkor csináljátok valamit, akkor mit csinálunk, elkezdünk elektromos autókat gyártani, és akkor azt mondjuk, hogy igen, és az egész gyártási folyamatban. De hogy ennek a logikája mi? Az, hogy minél több elektromos autót adjunk el. És nem az, amiről meg te beszéltél, hogy a tulajdon kiváltjuk a hozzáféréssel. Nem kell már mindenkinek autó, ha az 97%-ban áldogál valahol. Hanem egyszerűen, hogy hozzáférést kell biztosítani, mert nem arra van szükségünk, hogy legyen egy autónk, hanem arra van szükségünk, hogy eljussunk A-ból B-be relatíve kényelmes úton, módon. Tehát, hogy ez a kettő közötti különbség, hogy kezdjünk el rendszer szinten azon gondolkozni, hogy kiváltjuk, ez tök nehéz, mert a növekedésre nagyon sok mindent ráépítettünk, ezért hagyjuk a Volkswagen-t, hogy elkezdjünk. És ezzel semmi más nem érünk el, mint hogy problémát váltunk. Eddig az volt a baj, hogy amit küfrögés, amit kiadtak, az légszennyező volt. Most meg az lesz a probléma, hogy a ritka földfém, ami kell az akkumulátorhoz, azért fogják egymást gyilkolni különböző helyeken. Tehát, hogy semmi más nem volt, csak problémaváltás, mert egy logikai váltás nem történt meg ezzel. Bocsánat, engedjétek meg, csak egyetlen egy mondat erejéig, még a Domestosra visszakarjam. Nem lehettek úgy azon, hogy azt hiszitek, hogy a Domestos Greenwashing-ot csinálni, hogy ezzel jöttem előadni, hogy ezt meg tudjátok. Egyet kell, hogy ezt veled, én sárulok el attól, hogy egy márka azt mondjam, hogy vegyél már, és akkor egy forint, nem tudom,
mondtam valamit, az nagyon jó helyre fog menni. Én egyetértek abszolút az, hogy ez nem elég. Majd akkor, ha a csomagolások környezetbarát lesz, a tartalma környezetbarát lesz, akkor azt mondom, hogy ez már azért valami, és ettől már tényleg eldobok alapom. Az más kérdés, hogy azért a multivilágban meg a gyártói szektorban, mire egy ilyen változás megtörténik, az 10 év, tehát hogy magut szervezetnek nem véletlenül szokták hívni ezeket a cégeket. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy kiváló példa, és illusztrálja a jelenlegi párbeszéd azt a fajta dinamikát, ami van egyébként is a gazdasági életben. Mond valamit a gyártó, a multi, színes, szagos, óriási durranás, fölkészülünk ettől mindenki hátast fog dobni. Aztán jön valaki a civil oldalról, szép challenge-eli az egészet, 55 dollárra rámutat, amiért ez még nem elég jó, és aztán ez fogja egyébként majd ösztönözni, meg egy kicsit földgyorsítani a változást. És én ebben nagyon hiszek, hogy az ilyen vegyes párbeszéd, ahol minden kicsit egyrészt érzékenyítődünk, érzékenyülünk a egymás nézőpontja iránt, meg másrészt ugye akár most ti mondjuk azt, hogy fogyasztok vagytok nektek, és fölnyitjuk a szemeteket különböző témáknak a fontosságára, akkor ez azért úgy meg tudja egy kicsit mozgatni a változást, hogy föl tudja egy kicsit gyorsítani a változásnak a tempóját. Bocsánat, ennyi. Igen, mire is akartam Alexandrával, ugye ott, hogy titokban egyébként csodásak, hogy átmerjünk titeket, ugye helyet cseréltünk, és úgy tűnik, mintha én lennék optimista, és ő pessimista, de ez nem így van, én rendkívül pessimista maradtam továbbra is. A Volkswagen-es példánál egyrészt azt kell hozzáfűzni, hogy ugye a sétáló Budapestben is ugye kimondtuk azt, hogy ugye nem, tehát az elektromos autók is fizessenek, ugye túldíjat, meg ne jöjjenek be a belvárosba. Miért? Mert alapvetően főleg a városokban ütközik ki, hogy az autó használat értéke az fenntarthatatlan, akkor is, ha az elektromos. Tehát én sem vagyok messze nem annak a pártján, hogy ugye megtartsák ugye ezt a növekedés pártának mondott narratívát, és mondják azt, hogy hát jó, akkor mi folytatjuk, és akkor eladtunk tavaly 1 millió robbanó motoros autót, akkor most jövőre eladunk 1 millió 100 000 elektromos autót, és kuterizék fasz a gyerekek voltunk. Ebben egyébként nekem van egy picike-picike, meg egy optimista meglátásom. Szerintem a nagy autógyártók a magánautózás, tehát az autóbirtoklás ideáját szerintem kezdik el engedni. Tehát eléggé ugye szállnak befelé az olyan cégekbe, amelyek ugye az autómegosztásos technológiákat kezdik el propagálni, és viszont ugye kicsit megint ugye a trumpi gondolkodás, azért arra a kis időre, arra a pár évre még azért szeretnék, hogyha az emberek sok elektromos autót is megvennének a garázsban. Tehát nyilvánvalóan itt van egy kettősség, de lehet látni az optimista szálakat is, és nagyon mozog a fejemben, hogy valamit még akartam Krisztina rád reagálni. De ezt... Nem, egyet akartam érteni veled, igen. Tehát, azért, amit mondtál, az ugye megszabadulás a greenwashing technológiáktól, tehát tényleg. De igen, arra, hogy viszont ugye elejtettél egy megjegyzést, hogy tehát maguk szervezet és 10 év alatt fog végbe menni. Akkor viszont a Domestos-szal tisztított PC-n lehúzhatjuk magunkat, mert nincs erre 10 év. Én részemről ez lesz az utolsó kérdés, és akkor meg nagyobb teret neked is, hogy feltegyétek. Próbálok rövid lenni, hogy sokat veszek, hogy milyen kommunikációkkal adottak, amelyre komplex a kérdés, hogy említettük például az elektromos autókat, hogy egy érdekessége nem olyan léphalos, az egy ismerősöktől, hogy például a mosógépgyártó próbál lefotimalizálni a képeiket, mint költség, mint egyébként víz megtakarítás szempontjából, hogy mosógépeket fejlesztenek, használnak, viszont a szennyvíz hálózatunk ugye, mivel az nem hoz bevétel, illetve mivel állami kézben van, nincsen megfelelően karbantartó
aztán bejött az, hogy egészségesebb, és akkor most ott van a negyedik dimenzió, hogy jó, és környezetileg milyen hatása van mind magának a terméknek. Például teszem azt, hogy a marhamusról, vagy szójáról, vagy akár manduláról beszélünk, vagy ott van ugye a másik oldal a csomagolás kérdése. És ugye itt jövünk elvileg mi a fiatalabb generáció, akik ugye most a jelenlegi választások is például Magyarországon felnap az irányba tendáltak, hogy van erre irány. Mit mondanátok ti nekünk, akik igazából most még ezeket a padokat koptatjuk, illetve már kifelé tesszük a lábunkat, mi lehet a mi feladatunk és a mi felelősségünk ebben, hiszen én például ennek az intézménynek a berkein belül több olyan előadást ültem végig, amin az előttem lévő generáció másfél órán keresztül sorolta a jelenlegi problematikákat, és aztán elegánsan úgy fejezte be, hogy na, akkor kíváncsian várjuk majd a megoldásainkat a viszontlátásra, és bízom benne, hogy ti tudok valamit is irányt mutatni. Egy pillanat. Elegánsan átosom, most a másik végéről kezdjük a válaszolást. Ja jó, most akkor hirtelen kell adni, de akkor gyorsan. Tulajdonképpen már eddig is levehettétek, hogy igazából nekem a legfőbb irányadó gondolatom az az, hogy amit lehet, és egyébként sokat lehet, azt rettető gyorsan kellene. Tehát nem szabad tökölni. Nagyon sok dologban tudunk lépni, abban gyorsan lépni kell. És akkor mondjuk ez az első 10 évre egy optimista pálya, és akkor elkezdhetünk gondolkodni a nehezebb dolgokon is. Ne adjon önfelmentést a gyors cselekvés alól az, hogy az igazi problémák nehezek, és a gyorsan megcsinálható lépések, a gyors lépések alól nem mentsük fel meg magunkat azzal, hogy gondozni. Ezt is egyszerre kell csinálni, ahogy több szereplőnek egyszerre kell, ugyanúgy minden szereplőnek egyszerre kell a rövid távon és a hosszú távon gondolkodnia, azonnal kell cselekedni, nincs egy másik. Nagyon picivel, nem is az, hogy ebben inkább a fogyasztó, az egyén szintjén. Ja, a fogyasztó szintjén? Igen, tehát hogy a... Már nem én. De nagyon jó felhattál. Ja, oké, jó, hát csak erre néztél elvégül. Mit mondanál, például nem is nagyon sokszor frusztrációt okoz, mint ahogy az előbb említettem, például egy ilyen volt. Igen, nem is. Bennem is, és ezért nagyon nem szeretem azt, amikor abszolút teljesen letoljuk ezt a dolgot a fogyasztó szintjére. Amiben viszont szerintem van mindenkinek felelőssége, az, hogy legyen már nyitott új gondolatokra, a saját alapvetéseit is időnként megkérdőjelezni. Ha hall valamit, ami furán hangzik, vagy túl radikális, legyen már benne annyi kritikai gondolkodás, hogy tényleg elkezdi ezeket befogadni. Mert ezek visznek előre. Tehát, hogy akkor, amikor, ha konkrét példákat akarsz, akkor érted, nekünk szakpolitika orientáltságú kutatásaink vannak, tudok neked adni több száz megoldási javaslatot arra, hogy ezt hogyan lehetne bevezetni. Viszont ez csak akkor működik, ha itt fejben hajlandóak vagyunk azokat a dolgokat elengedni, amikhez eddig körműszakadtak ragaszkodunk. Tehát, hogyha lenne csomó időm, akkor elmagyaráznám, hogy például az, hogy abban hiszünk, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, hogy ez például, ez a gondolkodásunk mennyire beköt egy csomó mindenbe bennünket, ami ezzel a témával kapcsolatos. Tehát, hogy legyünk annyira rugalmasak, és várjuk el, tehát fogyasztóként várjuk el azt, hogy én nem akarok 6 terméket átnézni,
hanem legyen ott a csomagoláson, hogy annak milyen ökológiai lábnyoma van, legyen ott a csomagoláson, hogy milyen folyamatokon megy át. Én nekem ne kelljen a tojáson keresgélni a számokat. Tehát, hogy legyenek ilyen elvárásaink, és legyenek elvárásaink a politikusainkkal szemben is. Ha ezek az elvárások nincsenek meg, a politikusok egy dolgot szeretnének, hatalomban maradni. Ha a hatalomban maradásukhoz, vagy a hatalomban kerülésükhöz feltétel az, hogy ők ezekkel a témákkal foglalkozzanak és szembenézzenek, akkor el fognak kezdeni ezzel foglalkozni. Amíg ez az elvárás nincs meg beléjük, addig nem fognak ezzel elkezdeni foglalkozni. Én 30 másodpercben elmondom, mert majdnem kell ugyanazokat gondolom, mint az előttem szóló. Kritikus gondolkodás, tisztességes, érdeklődő és nyitott párbeszéd, és érzékenyedés, vagy érzékenyítés, most mindenminek nevezzük, a lényeg az, hogy a különböző feleknek a megértésére a hajlandóság. Ha megengedítek még egy gondolat, nekem is nagyon nagy problémákat hozott ezt, mert én is gyarló ember vagyok. Én ezt úgy próbáltam feloldani magamban, hogy tudok racionalizálni. Minél inkább értelemszerűen lesz olyan nap, amikor akár én már kideterekszem a nem topos fogyasztására, de egyébként egy sört megiszik az ember, vagy éppen, hogyha fáradt, akkor nem is tudom, egyetemisták, hogy egy zacskós leves vagy akármi lehet, de olyan dolgokra oda tudunk figyelni, mint például autós közlekedésnek a csökkentése, vagy az egyszerhasználatos műanyagnak a drasztikus csökkentése, mint például egyszer egy térségben megkérdezték tőlem, meg ezzel konkrétan az eladó hölgy, hogy miért járok én mindig a saját műanyag zacskóval hozzá, hogy én ezzel spórolok, és csak visszakérdeztem tőlem, de hát felmértem, hogy láttam, hogy neki valószínűleg a pénzügyi vonatkozások sokat fognak menni alapba. Kezdtem mindig spórolni, hát ugye értelemszerűen ő nem kért pénzt azért a zacskót, de egyébként igen, spórolok a műanyag adaték generálásával spórolok, és minél kevesebbet szeretnék csinálni. De egyébként, hogy számára is értéket generáljak, ha elmegy a kínai valamelyik gyors műfébe, és elvitele szeretnék élni, ott például 50 vagy 100 forintot el fognak tőle kérni, hogy jövő nem tudsz használni, és a saját elényét használva például, konkrétan pénzt is tud spórolni. Tehát tényleg, ahogy többet is elmondták, fontos, hogy beszélgessünk, fontos, hogy felnyissuk egymás szerint, és fontos, hogy beszélgessünk. Kinek lenne kérdése? Ebben volt egy kurzus, ahol az első évfolyamosokkal beszélgettünk, és biztosan, hogy miket mondjuk én, olyasmiket mondtam, mint a Szandra. Az egyik beszélgetési pillanatán megkérdeztem, hogy és van-e más információjuk is, és kiderült, hogy van. A 21 éveseknek a 16 évesekkel van egy nehéz beszélgetni, mondják ők, mert a 16 évesek értik azt, amiről beszélünk. Azaz azt gondolom, hogy miközben itt egy kicsit ilyen pessimista hang hallatszott, én azt mondom, hogy a Greta Thunberg jelenség az arról szól, hogy három hónapja történt egy narratíva váltás, ami megtörtént ott, ezen túl vagyunk. És ezzel senki nem tudja semmit csinálni, a szerencsé ott a palacból. Nagy kérdés most azt mondom, hogy két irányba megy. Milyen gyorsan tudjuk pofán csapni ezt a 100 céget, aki a szar 71%-át termel. Akik listázva vannak 2013-2017 óta, és egy dolog még szebb legyen, jelentős részük állami tulajdonban van. Tehát a Fridays for Future egyik szervezője ott ül, azt gondolom, hogy nekik kell menni. És nem úgy általában azt mondani, hogy az állam csináljon valamit, nem kérem. Őt és őt tessék átalakítani. Nem úgy, hogy felszámít és soha behintjük, hanem úgy, hogy a WWF Németország csinálta, aki azt mondta, hogy van egy limitbánya, 2 milliárd eurót bele kell fetszölni, ezért át lehet alakítani zöld energia termelő központtal, aminek nagy része nem a bezárás, hanem az új energia termelő egységek és az átképzés az embereknek. Ez az egyik nagy irány. A másik a nájvallós az a kedvenc. Szóval higgyétek el, nem ezzel vágyok magam már. Egy csomó mindent tudunk és kell csinálni. Viszont erről kellene beszélni. Azt gondolom, hogy kell egy nagyon erős aktivizmus, amelyik kőkemény követelményeket támaszt a politikusok felé, mert Angela Merkel abból ért, az utcán a fiatalok, hát nem is verik szét a belváros, de azért látszik, és velük szemben azért könnyen felhetnék, hogy nem fognak. Viszont a következő kérdés az, hogy az Isztenseri Berlinon fel tudta állítani 3 napra a London belvárosába a közlekedés, de mi a második lépés?
eddig egy dolgot mondtak, citizens assembly. Azaz hívjuk össze a bölcsek tanácsát, és kezdjünk el végre konkrétan arról beszélni a tárgyalatunk, hogy nyilvánosan mit csinálják ezeket. És ezt most nem vízből mondtam, higgyétek el, hogy 16 évesek jobban nekik a dolgot, mint mi, akik itt ülünk. Valahogy nekik a zsigerükre van az, hogy az ő jövőjüket elcseszték, és ezt most helyre kell hozni, és ők nagyon radikális változások. És minél erősebb lesz ez a hang, az oktatástól a hétköznapi aktivizmusig, annál nagyobb az esély, hogy 10 év alatt valamit megfogadják. Igen. Kicsit beteszelnék, hogy azért én óvaintenék arra, hogy erre a maradék 10 évben a 14-esekre rakjuk rá felelősséget. Tehát azért első dolog, és valóban én is az aktivizmus mondom, de az első dolog a tájékoztatás. Addig, míg a felnőtt lakosságnak a túlnyomó többsége totál nincs tisztában abban, hogy milyen helyzetben vagyunk, addig oké, hogy a fiatalok elindítják, de gyakorlatilag ez az első pont, hogy legyen megfelelő tájékoztatás, azon kell küzdenünk, hogy a kritikus tömeget elérjük, legyen társadalmi akarat. Amíg nincs társadalmi akarat, addig a fiatalok egyedül maradnak, és azért mindenképpen azért a felnőtt társadalom még a fő felelős. Erről megint csak ez érzékeny is tanítottam korábban, és számomra egyébként ebben abszolút beletartozik ez az ugyanbennek a kommentje, hogy a kritikus tömeget, a tőlünk idősebb generációknak a megfelelő tájékoztatása, mert hatalmas hozzáférésünk van már mindenféle ilyen környezetvédelmi, tudományos okossághoz, ami nem feltétlenül igaz mondjuk egy idősebb generációra. Tehát én a nagymamának hiába kezdem el elmagyarázni, hogy rohadt trendi ez a flexitariánus diéta, mikor ő egy teljesen másik rendszernek a szülöttje, és neki nem arra van szükség, hogy megértse, hogy a hús, amire nincs szükség, ő azt érti, hogy most van hús, tehát hogy ez most egy jóléti állapot gyakorlatilag. De a nagymamának kisebb az ökolárnyom, mint neked. Lehet, hogy kisebb, mert mindent megsüveget. De a lényeg, hogy a hang, tehát hogy tényleg ez a, ugyanazt a nyelvet próbáljuk meg beszélni, kicsit hasonlít szerintem a digitalizációhoz, ne ilyen humbug, szofisztikált szöveget próbáljuk meg eladni, hanem egymás nyelvét próbáljuk meg megtalálni. Hát egyébként a nagyon már ütött eszembe, hogy egy évben a feleségem mondta pár napja, hogy egy generációs ellentét van az egészben, hogy a felnőttek, akik egyébként nagyon jól kilettek arra képezve, hogy munkóság nem zacskóba tenni a zöldséget, és munkóság nem százszor csomagolni be mindent, és munkóság nem a zacskót is zacskóba téve a kukába tenni. És akkor ők ide adnak nekünk, vagy illetve nem nekünk, én már nem tartom, a fiataloknak mindent. Ugye a feleségem úgy fogalmazta meg, hogy oda teszik az öregek a Nutellát a fiatalok asztalára, a fiatalok pedig félölik, és azt mondják, hogy nekik az ő esőerdő kellett volna, amit ezért a bárba valahogy írtottak, és ez egy feloldhatatlan ellentét. Ezt is meg kell érteni, mert ugye nem szabad az ellentét gyártásba és a érdekek ütköztetésére belemenni, hanem mindenki együtt kell, hogy lépjen. De egyébként ide tartozik szerintem az askó is, tehát nem szabad más a kritikus szempontból se olyat mondani, hogy nem az acskó múlik, igenis azon is múlik. Tehát, hogy nem szabad egyik frontként kell előre mozdulni, egyik eleme se marad ki a frontnak. Tehát, hogyha az acskókra nem figyelünk, akkor az egy rés a pajzson a szemléletileg. Még akkor is, hogyha az acskók nem jelenti meg problémát, ezt mindig problémát is jelenti. Kérdés? Esetleg? Nem. Akkor lenne egy kérdésem. Először is köszönöm az előadást, a beszélgetést, abszolút egyetértek egy csomó mindent, és nagyon hasznos volt szerintem. De hadd challenge-eljen meg önöket egy-két dologban, amit elhangzottak. Az egyik az az, hogy ugye elhangzottak nagyon fontos, hogy minden hamarabb lépünk. Tehát minden radikálisabb lépéseket egy
dolgok. Hogy persze, az ökológiai modernizáció az fontos, az egy fontos közbenső lépés, de hogyha abba a hitbe ingatjuk magunkat, hogy az ökológiai modernizáció majd mindent megold, akkor iszonyúan el vagyunk tévedve. Tehát, hogy amit én mondok, az nem az, hogy ne törekedjünk arra, hogy legyen elektromos autó, vagy minden, hanem hogy vegyük észre, hogy ez maximum közbenső megoldásnak jó, mert nem visz el ahhoz a paradigmaváltáshoz, ami viszont ahhoz szükséges, hogy tényleg valamit tudjunk belekezdeni. A másik a mutatók kérdése, abszolút igazad van, tehát a GDP a legidiótább mutató, amit egyáltalán tudunk kreálni, mert hogy abszolút nem veszi figyelembe például a környezeti terheléseket, sőt, adott esetben még extrém esetben ugye pozitívan kalkulálja mondjuk egy nagy katasztrófának ugye a megoldását. Viszont az a jó hírem van, hogy a finn elnökség hivatalos programjaként voltam Helsinkiben néhány hete, ami arról szólt, hogy milyen alternatív indikátorokat tudunk adni, ami kötelezően követendő indikátor ahhoz, hogy el lehessen lépni, úgy hívták ezeket, hogy Beyond Growth Indicators, tehát, hogy már indulunk ebbe az irányba.
És a másik, amit én mindig mindenhol megkapok, ez a mindenki önző sztori. Na most ez az, ami... Tehát, hogyha ebből indulunk ki, hogy mindenki önző, akkor szinte mindenki ásson, hogy túl van egy lukart, aztán feküdjön vele. Tehát, hogy az emberi önzőség az oké. Vegyük, hogy azt, hogy része a természetünknek. De hogy nem az egyetlen része a természetünknek, és az, amikor ezen az egyetemen azt tanítjuk, hogy homo economicusok vagyunk, akik önérdekkövető, racionális, haszonmaximalizáló lények, és csak ezek, és mikro- és makroökonomiából ezt öntjük a fejekbe, akkor aztán képesek vagyunk erre az elméletre intézményrendszereket ráépíteni, majd rohadtul meg vagyunk lepődve azon, hogy hirtelen ilyenekké válnak az emberek. Tehát hogyha persze, hát hogyha ez a társadalmi sikerüknek az alapja, akkor mikor ne válnának ilyenekké, de hogy nem csak ilyenek vagyunk. Tehát hogyha el tudjuk engedni ezt, ez ugyanaz, amiről beszéltem, hogy mit tudunk egyéni szinten csinálni. Ha el tudjuk azt engedni, hogy nem csak önző lények vagyunk. Van bennünk egy csomó altruizmus. Ha a társadalomban egy csomó mindent másképpen szerveznénk, és mondjuk a társadalmi presztízs az nem arról szólna, hogy mekkora négykerék meghajtású autót tudsz vezetni a József körúton, akkor, hanem mondjuk valami más, akkor ugye, tehát hogy akkor másfelé mutatnának ezek a folyamatok. Tehát, hogy ez szerintem, ez az emberkép, ez egy valami, amit el kell engednünk ahhoz, hogy változást tudjunk elérni. Hogy szárazod, nagyon nehéz állítani, hogy mondani, hogy legyen. Én most megpróbálok még valamit mondani, de lehet, hogy mindegy sok, ez nem baj. Az egyik az, hogy ez egy nagyszerű példa, ez a 100 km-es ingázás. Ugye vannak itt közbőső fokozatok, és igen, ezeket végig kell lépdelni ahhoz, hogy feloldozható legyen az ember és a társadalom számára. Ugye most tipikusan ugye az autópályán saját autóval csinálják, amelyik ugye belső égésű motorral jár, de ugye váltson elektromosra, szervezzen telekocsit, következő lépés, hogy jár tömegközlekedéssel is, van egy olyan lépés is, hogy oda költözik, ahol a helye van, ugye. Ez már egy nagyon nem növekedés ugye, szempontú megoldása a problémának. Ja igen, Skype-on is lehet dolgozni, de ha nem növekedéshez visszajutunk, visszakerülünk, és a GDP túli indikátorokról szó volt, akkor mégiscsak a szentehelet egy kicsit szóba hozom, hogy most nekem egy olyan szép mondásom lenne, hogy a szentehelet lehet, hogy Gyulai faluvá kell átmaszkírozni, és azt mondani, hogy hát én növekedésorientált maradok, csak más indikátorokkal, és hogyha már ketten vagyunk fizikusok, akkor fizikusok is megpróbálom megfogalmazni, mondjuk azt, hogy extenzív növekedés helyett intenzív növekedést végzünk, tehát nem úgy növekszem kétszer akkor állam, vagy kétszer akkor a nyersanyagot elhasználok, és akkor kétfeladi terméket termelek, hanem úgy, hogy mondjuk ugyanannyi nyersanyagból, vagy sokkal kevesebb nyersanyagból produkálok kétszer olyan jót, és akkor ez a kétszer olyan jó lesz az a rejtélyes ugye, indikátor, ami egy GDP túli valami. Ha tudom, hogy most már mennétek, de még van itt két kérdés, most itt akár, oké, három, négy, szóval ez egy kicsit demokratikus lesz, ha nektek nem probléma, még egy 10 percet ráhúznak. Én azt mondanám, hogy igen, hogy szégyen érzett ilyenkor, akinek dolga, ez nyugodtan elmehet, senki nem fogja nagyon megbánulni. De akkor, hogyha ez működik, akkor azt hiszem, te voltál az első. Köszönöm. Én igazából mindenkinek tennem fel a kollektívnak kérdést, de az egyik fel a kérdésemnek megválaszolása került épp az imént, hogy mit tudunk kínálni, vagy inkább a szakpolitikával foglalkozók, mit tudnak kínálni azoknak a vállalatoknak, akiknek eddig a fókuszpontjában gyakorlatilag minden áron profit maximalizálás állt. Ez valamilyen szinten megválaszolásra került. Viszont arról még nem esett szó, hogy hogyan tudjuk védeni azokat a úgymond saját cégeinket,
akik kiszolgáltatottak lesznek azokkal szemben, akik viszont ezt a politikát nem fogják követni, és kevésbé etikus módon mondjuk leuralják azokat a piacokat, amik szabadon maradtak ezáltal. Milyen stratégiát tud kínálni mondjuk az az oldal, aki szeretné, hogy a világ ebben az irányban változzon. Ezt most így mindenkinek tennünk fel ezt a kérdést. Én nekem erre nincs kész válasz, hogy mondom ezt. Ettől féltem, igen. Pedig általában mindenre van. De hogy én azt gondolom, hogy alapvetően, tehát hogy amikor nem növekedéssel foglalkozol, vagy ezzel a területtel foglalkozol, akkor hinned kell az emberekben. Hanem hinnék nem foglalkoznám ezzel a területtel. Tehát, hogy hinni kell abban, hogy ezek a típusú változások eljutnak oda, hogy igazából, tehát hogy megváltozik a dinamika. Tehát amit mondott a kolléga ott hátul, hogy eljutunk abba a kritikus tömegbe, ahol ezek már nem tudnak újra termelődni, ezek a típusú dinamikák. Erre csak reflektálnék, és véletlenül sem szeretném, hogy a párbeszéd alapulnak, hogy nem az volt a célom, csak mit tudunk tenni akkor, amikor több sebességben fejlődik a világ, és mondjuk egy Kínának abszolút nem tudunk parancsolni ilyen tekintetben, hiszen még ott valahogy ilyen szinten a fejlődő világhoz soroljuk bizonyos esetekben, de egy Afrikának meg abszolút nem fogunk tudni, aki pedig most lép erre a pályára. Tehát, hogy... Igen, csak hogy mi erre a megoldás, hogyha mondjuk ott, mondjuk tudom, hogy ez kicsit utopisztikus, és még nem a ma problémája, de mondjuk egy olyan multinacionális vállalat, ami mondjuk afrikai profilral rendelkezik, és mondjuk abszolút ezzel a gondolkodásmóddal indul el, és ezzel tud sikeres lenni. Ennek hogyan fogunk megállt parancsolni, hogy hogyan fogjuk tudni a saját cégeinket megvédeni, akik pedig már paradigmaváltáson túl estek. Én nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, de mondd. Ez azért a kedvenc kérdésem, mert hogy mindig ez merül föl, akkor, amikor arról próbálunk beszélni, hogy miért nem mi kezdjük el ezt a folyamatot, de hogy szerintem abban nyugodtan lehet bizodalmunk, tehát, hogy az biztos, hogy nem mindenki fog ugyanúgy váltani. Nem ugyanúgy fog történni egy ilyen váltás Afrikába, Kínába, meg az Európai Unióba. Mert teljesen más szinteken is vagyunk. Ráadásul Kínának a szennyezését, a nagy részét mi fogyasztjuk el. Tehát, hogy azért ezzel tökéletesen tisztában kell lennünk, hogyha mi változunk, akkor Kína sem fog annyit szennyezni. A másik meg, hogy ő más indokok miatt lesz rákényszerítve. Bennünket nyom a történelmi lelkiismeret furdalás, Kína, meg ott van az 1 milliárd 400 millió emberével, aki, tehát hogy ő tudja, hogyha ők mindannyian erre a jóléti szintre jutnának el, mint ahol mi vagyunk, akkor ott megfulladnának. Tehát hogy ők teljesen más úton fogják ezt a dolgot lereagálni, mint mi. Az afrikaiaknál, meg például a mi szavunk, hogy development nem is érti. Mert hogy itt meg teljesen más a hozzáállás is. A developmentet úgy fordították le, már nem tudom, hogy melyik afrikai nyelvre, hogy az, amit a fehér ember akar. Tehát, hogy hagyjuk meg a világnak azt, hogy különböző dinamikákkal, és mi foglalkozunk azzal, hogy az Európai Unión belül ezt hogy lehet megoldani. Világos, csak hogy Afrikában is most a legnagyobb befektető Kína például, és ugye Kína pedig delegálja a problémáit azzal, hogy például óriási nagy a kivándorlása. Tehát azért vannak kínai megoldási javaslatok erre, meg azért a kínai belső piacnak a mértékése szabad alábecsülni, hogy igen, valóban, hogy Európa nem fog fogyasztani ilyen irányú termékeket, az egy probléma lesz, és valószínűleg akkor elkezdenek belső piacra gyártani. Tehát azért ott még van kapacitás. Viszont a légszennyezettség olyan tekintve, amivel már nem tudom mit kezdeni. Tehát ott is fel kell jönni megoldásokkal, mert hogy a saját jól létüket eszik meg ezzel. Világos. Volt még, melyik nem tudom, hogy a próbálom is megjelenni, mert a
hogy igazából a nagyobb nem csak szerintem azért, tehát na, nagyon más az, hogyha a klímaváltozás központban próbáljuk ezt az egész problémakörök közelni, és más az, hogyha azt mondjuk, hogy egy ökológiai válság van. És azért más, mert ugyan más megoldásokat kell keresni, és a klímaválság szempontjából tök jó megoldás az, hogy elektromos autóval csökkentjük a CO2 kibocsátást, viszont azon a maradék alig meglévő természetközi élőhely maradványait pusztítjuk el gyakorlatilag nagyon sok esetben. Tehát emiatt szerintem nagyon fontos az, hogy tényleg kell egy ilyen nagyon mély szervezeti váltás, és én azt gondolom, mikor van erre jobb idő, mint most. Tehát, hogyha most azt mondjuk, hogy nem tudunk egy ekkora radikális változást elérni, akkor mikor? Hogyha eltoltuk a problémát, akkor később kevésbé akarunk. A másik ez a személyes vélemény, hogy én nem hiszek abban, hogy ezt a problémát most már tovább nagyon el tudjuk tolni bármivel. Annyi minden tornyosul egyszerre, hogy igazából tényleg vagy egy ilyen alapvető változás, aminek nagyon fontos része az értékváltás, vagy semmi. Szóval szerintem igazából ez van, és a másik, amit még így felvetnék, hogy főleg felétek, hogy feléjük, hogy a helyi gazdaságról mit gondoltak, mert szerintem most is itt ugye feljött Kína kérdése, vagy ilyenek, és hogy ezek egyáltalán a multinacionális vállalatok kérdésúsága, hogy egy ilyen ideális világban, amiről most mi beszélünk, mennyire cél az, hogy legyenek ennyire óriás cégek, ahol hatalmas a koncentráció, és emiatt gyakorlatilag lehetetlen mondjuk az értelemnek a részvétnek a szerepe a döntésekben. Úgyhogy köszönöm. Mindegyik a lekevésből okos, és úgy gondolom, hogy vannak kész válaszok. Egyrészt nekem van egy olyan egyszerű válaszom a helyi gazdaságra például, hogy az egyik mozgató rúgója annak, hogy globális válaszok kialakultak, az több dolog mögött is mozgató rúgó, például ugye mondjuk a készlet nélküli ugye, termelési láncok kialakulásának is a mozgató rúgója, hogy raktározni drága, az áramobilitás viszont végtelenül olcsó. Ha lenne egy normális indikátorrendszerünk, abban az áramobilitás egy kurva drága dolog lenne. Rögtön megszűnne a just-in-time termelési láncok szinte összes, és egyébként ezek a multinacionális vállalatok is, ha nem is osztanának föl, de ugye lokális önmaguk tartalmazó egységek hálózatnál válakulnának át, tehát nem gyártanának mondjuk Kínában, vagy Amerikában, vagy nem tudom, hol Domestos, hogy ide hozzák, hanem akkor csak a helyi Domestos lenne. És lehet, hogy az ugyanazé a cégé lenne, és ugyanaz lenne az összetétele, de akkor is egy helyi látszik a tételbe, és látszik a tételbe. A Domestos egyébként Magyarországon lesz. Egyébként nagyon valid a kérdésed, csak röviden még én is reflektálok rá, csak az az érdekes, hogy néha az a benyomásom, hogy én multi oldalról nagyon klassz dolgokat csinálom, meg én például különösen szeretek az Unilevernél dolgozni, mert úgy érzem, hogy olyan dolgokat tudok képviselni a cég nevében, amivel én is egyetértek, de ezért az érdekes, hogy például a multik így az elmúlt időszakban kezdték egy szagolgatni a rövid ellátási láncnak a fogalmát, és hogy nézegetjük, hogy hát ez nagyon érdekes, és még logikus is. Tehát, hogy azért ezek olyan dolgok szerintem, hogy azért nem egy atomfizika, tehát hogy ez szerintem kellett volna, hogy úgy hamarabb jöjjön, vagy ettől kellett volna, hogy kiinduljunk, ugye, és lehet, hogy valamikor még ez is volt az alap, csak aztán nyilván az olcsóbban termelő piacok, stb. Erőviszonyok miatt ez a landscape, de szerintem azért ilyen viszonylag egyértelmű dolgok jönnek elő, amikre úgy rácsodálkozunk, és többek között egyébként a helyi beszállító vállalkozások, stb. Is ilyen, meg egy erősebben ilyen lesz. Most hát egyébként már rögtön reagálok, hogy ebben is van egy ciklikusság, tehát mint én mondjuk a 20. század elején szerintem az egy több valid narratíva volt, hogy a fejlődés háttere, a nagy volumenű és gyors áramobilitás, a gazdasági rendszereknek a feladata gyakorlatilag, a döntéshozók feladata, hogy ugye minél több út van, minél gyorsabban, minél több áru mozog, annál fejlettebb a gazdaság, hát tegyünk a logisztika és egyébként meg a személyi mobilitásnak a segge alá is, bármit, mert abból jött a fejlődés, meg ugye a környezetterhelésnek az áram még nem látszott, és hát most elérkeztünk oda, hogy ez a narratíva teljesen értelmetlen és károssá vált, és ezért ugye egy versenyorientált cégnek is még nálatok, főleg
Tehát én nem azt mondom, hogy eddig rosszul láttátok, hanem egy másik paradigmában látták eddig a cégek is, a politikusok is, az emberek is, annak a paradigmának tartó vége van. Ehhez muszáj nekem is hozzátenni, hogy valami természetet kérem. Az helyzet, ahogy én látom, hogy ugye, ahogy a globalizáció elindult a transzacionális vállalat, a vállalatok értelmszerűen mire gazdaságosság alapján versenyelőt szereztek, és ugye ismerjük, hogy a struktúrák hogy tudnak tagozódni. Ebben élünk, továbbra is tartják ezt a versenyelőinket a helyi terveléssel szemben. Viszont ugye tudjuk, hogy volt egy időben a kínálati piac, amikor az ipari fejlődés és a gazdasági élet fellendül, és most már egyre inkább keresleti piac van, ami ugye azt jelenti, hogy a kínálati oldal ugye egészen erős tulajdonképpen, és már van kapacitás arra, hogy lokálisan is egyébként már fenntartható gazdaságok alakuljanak ki. De egyébként egy nagyon komoly példa erre a mezőgazdaság, ahol intenzív monokulturális termesztés zajlik, egy adott fajta növény, egy hatalmas területen növelnek, mondom, hogy a technológiai gazdaságosság ezt fogja kihozni, talajerózió, a kapálás és a földnek a forgatása által a mindenféle. Ugye egyrészt ez kiszárad a talaj, másrészt kiforog belőle a tápanyag, azt nitrágyába pótolják, ami természetesen rosszul oldódik, illetve kemikáliákat tartalmaz, stb. Most már az ökológiai gazdaság irányába kell, hogy átoljon a mezőgazdaság. A növények, különböző növények, nem annyira szervezett formában állatokkal karöltve kell, hogy legalábbis jó lenne, hogyha egy területen tudnának mozogni, amiatt, mert ugye ők is egy történetlenkezett lenne, szóval az ökoszisztéma nem illetődnia. Úgyhogy valószínűleg ebben az irányban fogok, mert ebben az irányban állapodni. Még egy kérdés, igen? Igazából én arra szeretném megfelelni, amit elhangzott ez a társadalmi párbeszédnek a szükségessége és az ezzel való a befolyásolások, a gondolkodások és a fenntartatósak felvaló kérdése. Most én gödörről jöttem, tehát így nem vagyok túlzottan ismerős, de azt azért elmutatom, hogy környezetgazdaságtan van, amit tanítunk így a pontokhezetek, ott a párbeszéd szükségességében mindig hangsúlyozom, hogy a recycling economy-t és ezt a circular economy-t ezt nagyon élesen választjuk szépen. Tehát nyilvánvalóan a körforgásosság felé való törekvés az lenne a cél, de hogyha mi ezt fenntartható üzleti modell szempontjából nézzük, akkor viszont ott kevésbé jelenthet értékteremtés a véleményem szerint a recycling economy. Tehát nem tudom, hogy erről itt a kollégáknak mi vélemény. A párbeszéd, a társadalmi párbeszéd szükségessége szempontjából ezt miként és hogyan lehet a hangsúlyozni? Szerintem nagyon fontos az, amit mondasz. Egyrészt azért, mert például ugye ez magának az újrahasznosításnak is iszonyú ellentmondásos a léte, mert ugye egy csomószor az érzés, hogy na én akkor most újrahasznosítok, az ugye azt jelenti, hogy jó, hát akkor nyugodtan használhatom, mert úgyis újra hasznosítódik, és ugye lehet, hogy ez még inkább rossz mondani. De ugyanaz elmondható, a körforgásos gazdaság az egy nagyon jó koncepció, meg minden, egészen addig, amíg elkezdünk azon is gondolkozni, hogy és hányszor, és miért akarjuk ezen a körforgáson keresztül vinni. Tehát, hogy itt megint csak a felhasználás. Tehát, hogy ha azt mondjuk, hogy jó, hát most már minden körforgásos gazdasága van, tök jó, ezt megoldottunk, akkor még mindig nem beszéltünk arról, hogy oké, ezt a körforgást is energiával és entrópiával oldjuk meg. Tehát ennek is kell, hogy értelme legyen. És a másik meg, hogy ugye mennyi új erőforrás megy bele a körforgásba, arról is beszélni kell. Tehát, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy lássuk igen azt is, hogy mi a különbség a recycling economy, a körforgásos gazdaság, meg mondjuk a nem növekedés között, hogy ezek különböző szintek. És még volt egy kérdés. Egy pár gondolatnak a mentén igyekszem felvezetni gyorsan a kérdésemet. És nekem úgy tűnt, hogy a jelenlévők legtöbbje egyetért azzal, hogy nagyjából egy olyan 10 évünk, vagy talán ettől kevesebb időnk van arra, hogy valami nagyon radikálisat
alkossunk, és ennek mentén tudjuk megváltoztatni a jövőt, vagy legalábbis azt, ami kiment el, amit szeretnénk elkerülni. Bár nem akarom elvitatni annak a fontosságát, hogy a társadalmat alkotó egyéneknek a döntése a saját fogyasztásukban milyen befolyással lehetnek ezekre a folyamatokra, de ezt az askós dolgot is, amit én már gyerekkorom óta emlékszem, hogy téma volt és helyen közel, ez még nagyjából mindig ugyanolyan probléma, attól függetlenül, hogy már beleöltek egy 10x évet ebbe a gondolkodásmódba, hogy majd az egyén mindenki egyedül jót dönt majd, és akkor ez majd elég ezt a kritikus tömeget, én ebben valahogy nem hiszek. Úgyhogy mivel arra jutottunk, hogy minél radikálisabb és minél hamarabb szükségünk van egy ilyen változásra, én azt gondolom, hogy ezt úgy lehet elérni, hogyha tényleg összegyűlik ez a fajta kritikus tömeg, ami szerintem ahhoz kell, hogy mind a magánszférában, mind pedig az állami szférában lévő tényleges hatalommal és befolyással rendelkező döntéshozókra nyomást tudjunk gyakorolni, és itt vezetném fel a tényleges kérdésemet leginkább Zoltánhoz, mégpedig azért, mert a Sétál a Budapest programjában nekem, illetve amiben részt vett és a programot is leginkább alkotta, nekem az volt az egyik legszimpatikusabb, hogy leginkább egy civil szerveződés és aktivizmus volt, és én például, aki egyáltalán nem szeretnék részt venni a politikában, és nem szeretném, hogy engem politikusként bejegyezzenek meg. Mit tehet így egy civil, vagy milyen úton tud elindulni, hogyha ilyen módon akarna nyomást gyakorolni a döntéshozókra, tényleg keresi azt a mondjuk közösséget, társaságot, akik elején el lehet érni ezt a politikus tömeget. Mi az első lépés, mit tehet egy civil? Hát az igazság, hogy most nem tudom, hogy ez rossz hír vagy jó hír, de egy olyan civil ember számára, aki nem akar ugye politikussá válni, meg mindenki számára, szerintem az a megoldás, hogy egészségesebb társadalom, egészségesebb politikai élet, egészségesebb döntéshozás akkor fog kialakulni, hogyha a civilség és a politikusság közti határok elmosódnak. Ugye most az van, hogy van egy politikai elitünk, amelyik az én értelmezésem vagy megfogalmazásom szerint gyakorlatilag egy vállalkozói réteg, akinek a tőkéje a hatalom, és ezt próbálja meg ugye újra generálni és növelni, és nem tudom, és ettől elszakadva van ugye a plebs, amelyik eléggé nem tudja befolyásolni azt, ami odafönt zajlik. Szerintem most hirtelen nem tudom, hogy hogyan lehet ezt egyszerű elemezni, de az biztos, hogy legalábbis úgy képzelem. A fenntartható társadalomnak nagyon is része az, hogy részvételi döntések szülessenek. És ez egyébként pont az, hogy ha van egy civil élet, mondjuk egy háztömb, vagy egy utcai szomszédság méretében, akkor az is adekvát módon az ő életét befolyásolhat, és őbe tudjon folyni. Ha ugyanez van egy település méretben, egy fővárosi kerület méretben, egész főváros méretében, vagy akár állami méretben is, de ott azért már nagyon bajos ugye a közösségi döntéshozatal munkálása. Ott az egyén, a civil társaságok, a közösségek azok tudjanak befolyással lenni a döntésekre. Tehát politikussá szerintem kell válni. Valamilyen mértékben mindenkinek politikussá kell válnia, de nem olyanokká. Tehát ez a jó hír része a dolognak. Mi volt az első fele? Az első fel igazából csak felvezetés volt, a lényegi kérdés, mert megválaszolt. De valami nagyon reagálni való volt. De mindig talán majd ezt nagyon, ugye többségében fiatalok vagytok, használjátok ki az időtöket, mert amikor elkezdtek öregedni, akkor például elfelejtetek. Amire reagálni akartatok, szóval használjátok ki az időtöket. De ez talán egy jó átélem. Záró gondolat volt, használj itt az időket, elnézést kérek mindenkitől, mert én vagyok az időmenedzsmentnek egy ilyen kockora, mint látszódni, és minden is szeretem a tiédekkel, de nagyon remélem, hogy hasznos vagy.
mondanám, hogy legyetek szívesek, hogy megengedjek még egyet személynek, az egyik Kriszta lenne, aki megkért, hogy mondjam két szót. Most, hogy már pattanásig feszültek az idegek, csak egy ilyen közérdekű hét szeretnék ragasztani veletek. És úgy érzem, hogy most egy olyan közösség itt, akinek kifejezetten érdeklődése van a fenntarthatóság iránt. Ez egy fantasztikus hír, mert bízom benne, hogy sikerült az Unileverrel egy jó benyomást keltenem veletek, és most örömmel osztom meg, hogy van nálunk egy gyakornoki pozíció, amire éppen keresünk egy egyébként kommunikációs gyakornokot, de ahogy mondtam, nagyon nagy szerette a munkánknak az a fenntarthatóság. Ha esetleg valakit érdekel, akkor kérlek, hogy menjetek fel az internet a honlapjára, és bombázzatok a jelentkezésekkel. Köszönöm. Igen, ha beírjátok, hogy hashtag TKK, akkor 20%-ban nagyobb esélyek. Illetve a másik személy a szikárban lenne, aki még szeretne. Szeretném megköszönni a három előadóknak egy csalás termékkel, hogy erősítsük a hazai piacot. Tapsot megkívtalak. Alakulni, és ez igazából a legnagyobb jelmünk, az a tagság. Aki felkeltette akár ez a beszélgetés, akár az így az említett nagyobb probléma, a 21. század problémája, és szeretnének hozzá csatlakozni, akkor hát vagy most keressenek meg minket, vagy a tudatos közlekedésnek az Unileverre.com-on tudnak elérni, és szeretném megköszönni egyrészt az egész csapatomnak, másrészt Antinak és Kamilának a szervezőben való részvételt. És még annyit tudok mondani, hogy a következő félbe szeretnénk ehhez hasonló beszélgetés sorozatot csinálni, és remélem, hogy ott találkozunk.